Egyre nehezebb napok várnak az allergiásokra a tavasz beköszöntével, de valójában már januártól produkálhatnak tüneteket, ha különböző virágporokra érzékenyek, tudtuk meg a szakorvostól. Januárban elkezdődik az égernek és a magyarónak a virágzása, sőt van, hogy már december közepén is, tehát akik magyaróra, égerre allergiásak, nekik már akkor lehet tünetük, és ugye a parlagfű és az egyéb gyomnövények pedig inkább a nyár második felében kezdenek el virágozni, viszont az átlag hőmérsékletnek az emelkedése miatt ezek akár októberig is jelen lehetnek. Szájon átszedhető gyógyszerekkel kezelik az enyhébb vagy szezonálisan megjelenő allergiás betegséget. Ez a 4 nap és a 4 hét közötti tünetekkel rendelkezőket érinti. Súlyosabb esetben már más kezelést kapnak. Nem tud aludni, a fizikai aktivitásban, koncentráló képességben ez korlátozza. Náluk már egy magasabb lépcsős kezelésre kell szorítkoznunk, ahol ez emellett a szájon átszedhető allergia elleni gyógyszerek mellett használunk egyéb szereket is, mint például szteroidos orsprét. Szemviszketés, tüsszögés, orváladékozás, ordugulás, ezekre a tünetekre kell figyelni. Ennyi esetben a körzeti orvos is segíthet, ha azonban az allergiás tünetek súlyosak, akkor mindenképpen szakorvost kell felkeresni. Jelenleg a korán virágzó fák, pázsit felkontják a polleneket most, a csalánfélék is hamarosan virágoznak majd. Hazánkban jelenleg minden negyedik ember allergiás. Az előrejelzések szerint 2050-re már a lakosság felét érinti majd valamilyen allergiás megbetegedés.